Még a múlt évezredben, 1987-ben gondolt egy merészet a Nagybaracskai Művelődési Ház igazgatója, és 8 települést hívott meg, mutatnák meg halfőző tudományukat. A zsűri elnöke Farkas Sobri József volt, aki Magyarország örökös halfőző bajnoka elismerő címmel is dicsekedhetett volna, ha az ilyen magatartás közel állt volna hozzá. Egyben ő volt az első, akit díszpolgárává választott Nagybaracska 1998-ban. A mester úgy vélte, a szegedi és a bajai halászlé híres, a nagybaracskai pedig jó. 2005-ös halála óta a Nagybaracskai Nemzetközi Halfőzőverseny az ő nevét viseli. Egy ünnep nagyon fontos az életünkben, és minden ünnep azáltal lesz talán kiemelkedő a hétköznapokból, hogy milyen módon és milyen mértékben készül rá a közösség. Nagybaracskán a halfőzés, a halfőző verseny az 36 éve ünnep. Erre nagyon nagy szeretettel és készülődéssel készül a település, apraja, nagyja, fiatalja és idősebbjei egyaránt. A Sobri Kupa nemzetközi halfőző versenyt minden év augusztusában, gyönyörű környezetben a Ferenc csatorna partján rendezik. Nem ritka, hogy 100-nál is több versenyző öregbíti a dunai halászlé hírnevét. A rendezvény 2014 áprilisában az elsők között lett a megyei értéktár része.